Január 8-án rendkívüli közgyűlést tartott a Magyar Úszó Szövetség. Az elnök választó közgyűlésen kizárólag a Ferencvárosi Tornaklub jelöltje, Bénert Gusztáv rendelkezett megfelelő számú szavazattal, így egyedüli jelöltként szerepelt a szavazólapon. A közgyűlés 146 főjéből 126-an Bénert Gusztávra voksoltak, így ő lett a Magyar Úszó Szövetség elnöke. A Ferencváros támogatása nélkül nem lennék a Magyar Úszó Szövetség elnöke, hiszen a jelölést a Ferencvárosi Tornaklub tette, és köszönet a vezetőknek, a klubnak, hogy bizalmuk volt abban, hogy nem csak eredményesen tudok ebben a versenyben indulni, hanem talán jó elnöke is leszek a Magyar Úszó Szövetségnek. Ez egy óriási bizalom, egy óriási lehetőség, egy teljes sportág magyarországi tevékenységét irányítani, ott folytatni azokat a sikereket, amit 1907 óta a úszósport produkált. Ez egy nagy felelősség, nagy lehetőség és egy nagy elismerés. A Ferencváros azért tette le a voksát, és azért jelölte Bénert Gusztávot az Úszó Szövetség elnöki posztjára, mert évek óta együtt dolgozunk vele. Részt vett már a stadion előkészítésében, annak szakértői munkájában, és a stadion üzemeltetési szerződésében is. Remek. Ezek remekül sikerült projektek voltak, tehát mi biztosak vagyunk benne, és azt gondoljuk, hogy az úszótársadalom is biztos lehet benne, hogy Bénert Gusztáv jó elnöke lesz, és mindenféleképpen egy új menedzsment szemléletet fog hozni, ami a teljes átláthatóság és a teljes transzparencia jegyében fog zajlani. Az egész magyar úszósportban, a szövetség munkájában az átláthatóság, a hatékonyság, és soha ne feledjük el, hogy a sportolók, az edzők és a klubok kell, hogy a tevékenység fókuszában álljanak, ilyen módon a Ferencvárosi Tornaklub is, annak edzői és sportolói. Megjelent a Ferencvárosi Tornaklub életmód magazinjának legújabb száma, a Zöld és Fehér. Keresd az újságárusoknál vagy a Fradi Shopban. Tájékozódj az előfizetés részleteiről a fradi.hu-n. Zöld és Fehér, e két szín mindennél többet ér.